Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk Falaki Szabival. És Szakál Mikivel. És Nisztor Bendegúzza. És kedves vendégünkkel, Zsolisz Carmennel, dalszerzővel, énekessel. Jó reggelt! Jó reggelt! A hangulatunk szerintem már eléggé adott, tekintve, hogy olyan dalpremérünk itt még nem volt a stúdióban, ahol hárman lettünk volna műsorvezetők. Úristen. Úgyhogy most így három férfi közé belettél szorítva. Hát... Egyrészt szívesen, másrészt meg ne haragudj. Inkább a második a szavazat. Két férfi meg bendegúzva, tehát maradjunk. Te még fiú vagy, te még fiú vagy. De hogyha elkezdtük felvenni a vállunkra az oltáskát, akkor én azért folytatnám, hogy végre van valaki a stúdióban, Miki, igen, aki tényleg tud énekelni, és ez a Carmen. Úgyhogy és most te jössz. Azt hittem, azt mondod, és ez te vagy, Miki. Igen. Hát de ettől függetlenül a Miki szeret énekelni. Szóval én tanultam is, tehát nem 8-9 évig magánórákra a zenesúriba. Hát tenor voltam. Tenor olyan nincs, voltam. Hogy könnyű zene, csak zene van. Hát az arcot azt nem mutattuk. Igen. Ennyi. De egyébként egy hardcore thrash metal ordítottam. Azt én is szeretem. Majd egyszer egy duót. Viszont, ha már így visszatérünk, ezt megnézném amúgy. Viszont én azt is most megnézném, majd meghallgatnám, amit hoztál nekünk. Szerelem, szerelem címmel. Dalpremier lesz itt. Redesul, ha minden igaz, akkor minket tisztelsz meg először így, unblock. Ez így van. Dalpremier esztetésével, úgyhogy megtiszteltet. Én köszönöm a lehetőséget. De hát akkor innen ugye... Most mit csináltál a kezeddel? Megemeltem a kalapját. És ő érti, tudja. Igen, ja, értem. Köszönöm szépen, Carmen. Ez itt a különbség. Nagyon szépen alakulunk, az biztos. De hát azért ez ide valószínűleg nem egy rövid út vezetett, hogy ez a dal, ez most megjelenhessen. Mert erről már beszéltünk egy hónapja is talán, igen, de hogy valószínűleg nem akkor találtad ki, amikor rád írtam, hanem akkor már eleve, igen, született. Honnan indul ez a dal? Hát amúgy alapvetően egy pályázatra kezdtük el írni az Edivel, a Pink Edivel. Volt egy ilyen Petőfi pályázat, ahol Petőfi szövegekből kellett valahogy inspirálódni. És ugye van ez a sor, hogy a szerelem, szerelem, sötét verem. Én ezt imádom, ezt a sor. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. És akkor nem tudom. Sok mindent elárult. Hát igen, bocsánat. De, és akkor nem tudom, hanem így gondolkoztam, hogy akkor ebből szeretnék írni egy dalt, és van itt Szentendrén egy ilyen nagy mező, ahol ilyen bajkális csucsókák nőnek, és oda egy kiült. Teljesen random információ. Hogy mik nőnek ott? Ez ott a Szabi gaza mellett. Igen, ez ott van. Én már kiúztam ott. És ott, na mindegy, kiültem a réte, ilyen kis népies hangulatba kerültem, mert amúgy ez az egész szám szerintem kicsit ilyen népdalas, egy ilyen kis, nem egy túl bonyolított szöveg, aminek amúgy örülök, mert nagyon sokszor túl bonyolítom, és ezt csak úgy leültem, és így inspirálottam az akkori érzelmeimből, meg nyilván az emlékeimből, a szerelemről, és akkor igazából csak így írodott meg. Bár ez mikor történt a... Fú, hát inspirálódás? Ajaj, hát most belemegy. Nem a bulvár részére vagyok. Amikor leültél és leírtál, ja, igen. Ez hát... úgy meginspirálnálak. Jézusom, úr! Most ennél szebb vagyok? Ennél szebb szerelmi vallomás nincs. Amúgy ez nem rossz. Ehhez nagyon alternek kell lenni, hogy ezt jól érts szerintem. Igen. Nem tudom, hogy lehet ezt jól érteni egyáltalán, de jó. Szóval egy pár hónappal ezelőtt. Volt egy inspiráció. Igen. Kész, ennyi volt. Igen, tegyük be a dalt. Semmiképp. Szóval, hogy megszületett a dal, és az mikor történt? Ugye ez volt a kérdés, mert hogy ma premiereztetjük, ez tök jó, de gondolom nem tegnap írtad. Tegnap este. Nem, mert akkor találkoztunk, ja, tényleg, jó. Nem írtál a szöveget, emlékszem, hogy nem. Hát amúgy a szöveg már megvolt egy két-három hónapja, és akkor az Edivel összeültünk, és így, nem tudom, elkezdtünk így gondolkozni, hogy egy ilyen kis lofi, ilyen kis lévek hangulata így lehetne ennek a dalnak, és akkor ja, igazából amúgy kb. Két óra alatt így meg lett az alap, mert annyira így valahogy pont ráéreztünk erre a vibe-ra most, hogy így, hogy ja, úgyhogy egész gyorsan meg lett. Úgy utálom, amikor valaki ilyen angol szavakkal beszél magyar mondatokban, és én most ezt csinálom, és nagyon idegesíti, úgyhogy bocsánat. És én nem haragszom. Hanglis, nem? Valahogy ezt így is. Igen. De a pink... Mikor kap el a vibe meg a flow, hogy így jön? Hát amikor meginspirálok. Szép, nagyon szép. Jó, Carmen, jó, ügyes. Ügyes. A hangod is ilyen jó.
akkor én javaslom, hogy hallgassuk meg a dalt, hogy akkor kézzelfoghatóan tudjuk, hogy miről van szó, hogy mi az, amikor meginspirálják Carmen. Úgyhogy szóljon, ami a 2023. december 21-i napon premiéreztetett dal, tehát a mai napon a Szerelem Szerelem. Love, love. Korai kortárs a mikrofonnál. Falaki Szabi. Szakámiki. És Nisztor Bendi. Bundi. Ezt nem kellett volna. De itt van még velünk szerencsére a következő megszólalásban is, amit remélhetőleg még túlélünk mind a négyen. Zsolisz Carmen dalszerző énekes. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hát most a te dalodat premierezett itt egy kicsikét az előző dalnál, ami nagyon jó lett. Tudtad, hogy szuperhős neved van? Carmen? Carmen. Igen, Carmen, ezt is hallottam már. Ó, Jézusom! Nagyon sok félét hallottam, szerintem nem tudsz újat mondani. Hát jó, oké, de ezen a vonalon most szerintem haladjunk tovább, hogy de te tudsz újat mondani. Nekem nagyon nekem ez nagyon bejött. Nagyon jó ez nekem a szám, gratulálok. Is kilóra. Köszönöm, köszönjük. Ki hangszerelte? Tehát, hogy azt mindenféleképpen említsük meg, igen, a hangszerelés. Igen, a Pink Edward, akivel, vagy akiről az képességes. Igen. Képes. Hát neki ezzel képességes. Kéne foglalkoznia. Gyanítom, ezt gondolkozott már ezen, igen. Mert ugye azért a szentendrei hallgatóknak, meg közönségnek azért a te neved, mint Zsolisz Carmen, nem érződik idegennek, azért szentendrei lakos vagy. Egyrészt, másrészt meg azért talán a rádióban is voltál, bár elég régen, sajnos, de majd még reméljük, hogy érkezel hozzánk, és nem is olyan régen egy országos nézettségű showban, a Voice-ban is voltál. Így van, és mi vagy tudsz énekelni? Miért mentél oda? Egyébként, tehát, hogy ezek figyelj, a műsorok... Figyelj, annyira kilógott egyébként a Carmen hát az egész ezek buliból. Ilyen tehetségtelesség kutató versenyek, tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy tudsz énekelni, hanem hogy mivel tudnak téged eladni, persze. Jó, azért szerintem ne ássuk el őket, mert szerintem, hogy nagyon tehetséges emberek is voltak. Persze. Ott. Persze. Akik nem kerültek be, igen. Ezt azért így nem mondanám ki. Hát nyilván egy tévéműsor, amúgy én is szkeptikus voltam az elején, most menjek, vagy nem menjek. És még jobban az vagy akkor. Bevaltod nyugodtan. Nem, amúgy meglepően jó élmény volt. Én amúgy azt hittem, hogy az ilyen tévéműsoroknak ott a hátuljában így a képernyők mögött így az van, hogy mindenki utál mindenkit, ilyen, nem tudom, csak ilyen robotok vannak, de hogy amúgy iszonyat kedves embereket ismertem meg. Meg, hát jó, hát a stábtagok, tehát ott a, ja. Nem tudom, szerkesztők, a kameramanok, stb. Tehát írtózunk, mint egy család. Igen, ezt tudjuk. Igen. De egyébként hadd legyek ilyen monetizáció mániás megint, és mi? Közgazdász is. Ajaj. Mennyire érzed egyébként a hatását? Uh-huh. Tehát, hogy követésszámban, ismertségben, bármi egyelőre ennek a műsornak. Van azért, nem? Aha, van. Igazából amúgy ezért is mentem nyilván. Szerintem nagyon sokan azért mennek, hogy ez egy tök jó reklám. És hát amúgy utána engem nagyon durván meglepett, mert nyilván, hogyha oda mész egy ilyen műsorba, arra számítasz, hogy kapsz jót is, rosszat is, és akkor mondjuk ott lesznek az ilyen kis izé kommentek, hogy mit keres ez itt, nem tudom, a Sanyika jobb volt, jó, amúgy volt ilyen. Hát, gyanús lenne, nem lenne. Igen, hogy biztos, hogy valakinek a valakije ilyenek. Kinek és, a kije? Hát igen, ez az. Na látom, mi az? És, de hogy nem volt, és másnap tényleg így felrobbant, és így mindenki írt, és egy olyat nem kaptam, hogy mekkora nem tudom, mit lehet itt mondani. Ma ugye dalpremiereztetjük a Szerelem Szerelem című számodat, de az a premier, amivel megjelentél a csatornán, az nagyot robbant. Ott te egy feldolgozást hoztál, az kell, igen, ugye? Igen. Ez hát, sőt, azt hiszem azzal. A Budapest Bártól a Hullófa levelek. Igen, szóval az annyira kilógott ebből a kereskedelmi szénából szerintem, hogy fantasztikus volt. Köszönöm nagyon. Hát igen, ez egy ilyen jazzesebb vonal kicsit, nagyon szeretem úgy ezt a dalt. És mit akartam? Hát most én rákérdezek gyorsan rögtön, hogy ugye most már én hallottam most már az elmúlt 2-3 évben tőle több stílusban is zenét és dalt. Hogy ez nálad most hogy néz ki a te fejedben, hogy van-e már egy ilyen olyan vonal, amit így kifejezetten képviselsz, vagy igyekszel képviselni, vagy most így kipróbálod magad a több különböző zsánerben, és akkor majd így meglátod, hogy hol érzed magad legkomfortosabban. Uh-huh. Amúgy ezen nagyon durván sokat gondolkoztam, meg amúgy szerintem ezen minden előadó, aztán ez lehet, hogy hülyén fog hangzani, de hogy így arra jöttem rá, hogy amúgy, ha én szeretem a jazzt, akkor jazz fogok énekelni, ha blues-t, akkor azt, és igazából ami biztos, hogy megmaradjon az, hogy így őszinte legyen, mert mint hogy így tényleg így érzelem legyen benne, ne arról énekeljek, hogy nem tudom, baby, vedd lenne a drágot, hanem hogy így nem tudom, legyen benne valami, ami őszinte. Szerintem az a legfontosabb egyébként. Egy kicsit, nem kötekedésben mondom, de... Na. Nem a túrót. Elindult, tehát becsukom a szemem, még nincs szöveg, és elindul a zene, és kb. 3 másodperc után mondom, ez egy fos magyar zene. Király. És most
amikor elindult a zenéd, én becsuktam szemem, füles a fejemen maradt, és nem tudtam volna megmondani, hogy ez egy fos magyar zene. Ez egy jó zene, és amit mondtam, tehát, hogy nekem annyira durván bejött ez a hangszerelés, és az, hogy modern volt, de mégis népies. Én mondtam is neked egy zenekar nevet, azt majd keres rájuk. Engem már ők is nagyon-nagyon megfogtak. Nem hasonlít egymásra a kettő, csak nekem ilyen érzetben. Aha. Tehát zenéleg egyáltalán nem, stílusban sem, de tudod, amikor bent elindul egy film. Tehát hallgatsz egy zenét, és elindul bent egy film. Tehát a film az nekem egyforma volt, úgyhogy azt ajánlom figyelmedbe, és nagyon őszintén neked ez a vonal nagyon jól áll. Köszönöm. Tehát nagyon-nagyon durván jól áll. Tudjátok, hogy mi jutott eszembe? Pont arról beszélgettünk az előbb, vagy dobtad fel, hogy ugye nem szeretjük annyira ezeket a kereskedelmi csatornák show műsorait, mert hogy ott a sztori a lényeg, a bulvár része. És mennyire szépen ellentétben áll ebbe ezzel az egésszel a te jelenléted ebben a dalban, meg a művészeteddel, hogy azt mondja Mikk, hogy elindult egy sztori benned, miközben hallgattad a zenét. Ó, igen, ez ez mennyivel jobb így, nem? Ja. Ez kéne, hogy legyen az irány. Nem az a lényeg, hogy kívülről mit kéne látnom, hanem hogy én bennem mit érzek. Én már azért most, én fel is vagy most akkor kérve hivatalosan, mert Bendegúzzal van egy projektünk, amiben Szabit is belevesszük, majd kéne, ez táncos koreográfia, egy Hemingway adaptáció, novella adaptációja, kisfilmen. Azt csak mondom, hogy az a projektünk az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy másfél évvel figyelek arra, hogy mikor lesz megírva. Így van, és körülbelül 1,5 millió forint kellene hozzá. És ebben kell akkor kármely? De hogy elindult ez a zene, Bendegúz, és ugye én felvázoltam neked a képi világát annak a kisfilmnek, annak az adaptációnak, novella adaptációnak, és bennem az a film, tehát hogy hallgattam ezt a zenét, és az a film, ilyen noir képi világú történet egyébként, és bennem elindult ez a film egyből. És egyébként szerintem... Kármán itt beleszel véve valamiben, azt érzem. Szerintem a kedvet mindenkinek megadtuk arra, hogy ezt a zenét, ha most élőben esetleg lemaradt volna, meghallgassa. Reméljük, hogy minél több platformon ezt megtehetik majd a jövőben. Ez most kérdés is rögtön, hol tudják majd meghallgatni? Hát egyelőre csak Spotify-on meg YouTube-on van fenn, de amúgy nem sokkal felkerül mindenhova, ahol lehet zenét hallgatni. Hát azért valaki, ha el akarja találni, akkor meg fogja tudni. Igen. És remélem, hogy mi is játsszuk majd egyre többet. Hogy néz ki neked egyébként az életed abból a szempontból, hogy azért van egy civil állásod, mellette dalszerzés is van, ha jön egy pályázat, most ugye ennek ez volt a gyújtópontja, de hogy így nagyon sablonos a kérdés, és lehet, hogy nincs is helye, de hogyan kerülsz abba a flow-ba, ezt a szót használtad, hogy írj valamit, az nálad inkább egy ilyen tervezet, valami most kell egy dal, vagy ahogy éppen alakul? Hát amúgy az, ha én megtervezem, az biztos, hogy nem fogja sikerülni, mert mint hogy akkor van az, hogy így túl gondolom, hogy jó, akkor ez most itt ezt fogja jelenteni, és ezt most így mutatom meg. Általában amúgy ez tök rossz, de hogyha éppen nem vagyok túl jó paszban, akkor van az, hogy jó, hát akkor leszarok mindent, és akkor leülök, és így leírom azt, amit érzek, és akkor utána jó esetben az van, hogy mondjuk másnap elolvasom, és így jó, basszus, amúgy ebben lehetne valamit csinálni. Úgyhogy amúgy kb. Ennyi igazából. Hát ezt sokszor láthatjuk az irodalom és a zene történetben is, hogy a szomorúság, a bánat, az sokszor inspiráció. Vagy ez, vagy a határidő. Hát igen, kinek mi? Vagy a kettő egyvelege, nem? Jó kérdések ezek. Igen, amúgy. De amúgy valakinek működik szerintem ez a határidő. Ja, persze. Valaki tök jól csinál. Én ezt biztos, igen. Nyújtja a kezét, igen. Nekem ez nagyon nem. Persze. Hogyne. Igen, úgyhogy. De alapvetően az is, tehát inspiráló lakhat az emberre. Tehát, hogy egész egyszerűen, mert tehát, hogy jönnek gondolatok, ha leülsz gondolkodni? Miért ülsz le gondolkodni? Mert itt a határidő. Jó, igen, ebben van valami. Tehát, hogy csúnyán hangzik, ez nyilván a legjobb az, hogyha érzésből jön ez a történet, tehát, hogy tényleg így, de akkor is lehet az, hogy így van még idő, nem is másolom, nem, aztán kicsit visszanyúlsz, hogy is volt ez, mint is volt igen, ez. Igen, amúgy van ilyen is. Biztos vagyok benne, hogy ez is tud így működni. Igen. Engem mindenki érdekel, bocsánat, hogy beleszakítottam itt a mondat kezdeményedbe, de hogy engem mindig érdekelt, hogy hogyan áll egy-egy énekes a zenéhez, mint olyanhoz, előadó művészként. Ugye most ebben a műsorban téged azért hallottunk élőben is énekelni.
meg ugye most hallgattunk egy dalt, ami stúdióban készült. Te hol érzed magad otthonosabban, a stúdióban vagy a közönség előtt? Amúgy ez nagyon jó kérdés. Amúgy szerintem mindkettő ugyanannyira otthonos, csak tök máshogy. Szóval nyilván egy stúdióban jó esetben olyan emberrel vagy, akivel mondjuk így jól dolgozom, meg akivel így tényleg így megvan az összhang. Az Edi nekem amúgy teljesen ilyen, akivel ezt a dalt is csináltuk, hogy így szétfekszem a kanapén, nem tudom, mackónadrágban és egy nagy pulcsiban, és akkor így gondolkozom, hogy akkor most hol legyen az a lábdob, meg milyen vokálok legyenek. Szóval ezt amúgy imádom, ez egy ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ilyen civilebb otthonos talán, ha ezt lehet így mondani. A színpadon meg, hát az nem tudom, az teljesen más, az egy ilyen adrenalin, hogy ott vagy is így, nem tudom, igazából nem tudom elmagyarázni egyébként, szóval ezt nem lehet, de az olyan csodálatos, amikor így kapcsolódik így a tömeg, meg te, és akkor így amúgy senki nem ismeri egymást, de mégis ugyanaz a zene valahogy ugyanazt az érzést váltja ki, és így szerintem ez egy olyan, nem tudom, ilyen tök érdekes dolog. Én a végére csak annyit kérdeznék, hogy mert azért volt idő, tehát eltelt az idő bőven onnantól, hogy ugye megszületett ennek a dalnak az ötlete, hogy összességében mennyire vagy elégedett ezzel a dallal, és hogy milyen folytatása lesz majd ennek. Amúgy, bár amúgy szerintem ez lehet minden előadónál így van, hogy nekem most ez a kedvencem azok közül, amiket eddig írtam. Nyilván már ez van legközelebb, nem tudom, hogy miért, de nekem tökre tetszik így a hangulata, meg amúgy azt is szeretem, hogy így beletettünk egy ilyen francia részt, úgyhogy nekem ez most ez a vonal, ez így szerintem tetszik. Ja, akkor innen jött a sapka most úgy. Aha, igen, hát úgy mondtam, hogy nagyon kis francia napot tartok. Ennyi. De igen, szóval amúgy ezt kérdezted is az előbb, hogy ez a vonal szerintem most maradni fog, mert én amúgy ebben nagyon így jól éreztem magam, meg így nagyon magaménak érzem, úgyhogy valószínű az lesz, hogy majd most egy kis lemezen dolgozunk amúgy, és akkor ez hát vagy abba belekerül, vagy nem tudom, hogy még hogy lesz pontosan a koncepció, de ja, most egy kis lemezen dolgozunk. Hát sok sikert hozzá, szerintem ez itt egy tökéletes zárszó is volt akkor mai beszélgetésünkhöz, úgyhogy Carmen, gratulálunk a dalhoz, köszönjük, hogy ezt hozzánk hoztad először. Köszönjük az élményt. Így tényleg igaz. Is köszönöm. Úgyhogy kellemes ünnepeket kívánok. Mindenbe bele akartam kötni, nem sikerült. Nem, hát istennek.